most már nem reklám, épp azért elmondhatom úgy a riport kezdetét, hogy csak úgy, mint a Fehérvár áruházban mindig történik valami, ugyanígy itt is a Lökön, a HCT szakképzési centerben. Nagy tisztelettel köszöntöm Benkő Zoltán ügyvezető igazgató urat. Zoli, fejlesztések állandóan jöztök ki újjal és újjal. Most egy bemutatkozó kis sorozatot csinálunk. Mi a sorozat első része? A sorozat első része, hogy tavaly megálmodtuk, idénre megalakítottuk a HCT szakképzési center 2 nevet viselő autószerelő járműjavító műhelyünket, melyben egy komplex fizikasorral rendelkezünk, és nem utolsó sorban duális képzés keretein belül oktatási dolgokat is fogunk végrehajtani. Tehát akkor végül is ez nem csak az, hogy a lakosság és a, mondjuk a vállalkozók felé dolgoztok, hanem másrészt a másik oldal ennek az, hogy a tanulók képzése is itt történik. Mindenképpen szakmacsoporton belül több szakmára is vonatkoztatva az új szakképzési törvénynek megfelelően szeretnénk a jövőben utánpótlás kineveléssel foglalkozni ezen a területen is. Hogy látod, milyen az érdeklődés? Érdeklődés meglepően pozitív, ami azt jelenti, hogy szeptember hónaptól 16 duális képzéses hallgató fog részt venni itt a képzéseink között. Azt mondd már el, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy duális képzés. Hát duális képzés ugye a jelenlegi kornak megfelelő, a régi szakmunkás képzésnek a jelenlegi mi voltja. Ahol ugye a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal állunk szerződésbe, ezen belül Tiszalöki, Tiszavasvári szakképzőiskolákkal vagyunk szintén szerződésben, ahonnan a hallgatókat kimondottan a gyakorlati képzés idejére műhely és vélt valós körülmények közti munkavégzésre hozzuk. A műhelyben folynak a munkálatok, ki az, aki most az idegenvezetőnk lesz? Az idegenvezető a műhelyben Halász Krisztián. Ő ennek a részlegnek a vezető. Halász Krisztián a részlegvezető, itt állunk. Krisztián, mondd el akkor légy szíves, hogy mi is az, ami ebben a műhelyben található, mivel foglalkoztok? Gépjármű vizsgáztatással foglalkozunk, kombinált vizsgasorral rendelkezik a cégünk, ami a motorkerékpártól a kamionig mindent vizsgáztatunk. A cég rendelkezik többféle kiolvasóval, diagnosztikai műszerekkel, ezek csak egy párat felsorolnák így a Gutmannal, a Bosch-sal, a Delphi-vel, a Texával. Azon kívül még klímatöltéssel, klímafertőtlenítéssel, futóműállítással foglalkozik a cégünk. Tehát akkor nem csak vizsgáztatás, hanem szerelés is. Teljes szervizzel foglalkozunk, így van, ilyen teljes körű szervizeléssel. Mondjuk én idehozom az autómat, hogy nézzétek már át, mert valami gigszer van, akkor ti teljesen felkészítek úgy, hogy a vizsgát is megcsináljátok. Így van, pontosan így van. Kik dolgoznak itt a műhelyben? Csak autószerelőink vannak és autótechnikusaink. Az alkatrészeket hogyan biztosítjátok a szükséges járművekhez? Mi nagykerekkel vagyunk kapcsolatban. És alkatrészeket minden személygépkocsihoz, tehergépkocsihoz tudunk biztosítani, ráadásul a BMW-vel gyári alkatrészeket is tudunk biztosítani, hogy gyári garancián belül is tudunk javítani. Közeljövőben most aláírtunk a Castrollal egy szerviz szerződést, ami azt jelenti, hogy a Castrolnak leszünk a kizárólagos forgalmazója, melynél motorgaranciát is tudunk vállalni garanciális autókra, ami azt jelenti, hogy ha a Castrolla egy miatt meghibásodik a motor, ezért a Castrol kiáll az ügyfél mellett, és végig zongorázza, úgymond a garanciális problémát. Mi van akkor, ha nekem gumi problémái vannak? Akkor a gumizással is foglalkozik cégünk, gumiabroncs javítással, centírozással, cseréléssel. Tehát végül is teljes körű. Így van, teljes körű a paletta. A szervizben duális képzés is folyik, ezért a felelős az oktatásvezetőnk Pál József, át is adnám neki a szót akkor. Pál József oktatásvezetőtől kérdezem, milyen a hajlandóság a fiatalok körében, mennyire akarnak, vagy szeretnének autószerelők lenni, hogy látod? Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Nagyon nagy az érdeklődés, ezért szeptember 1-jével 16 fő kezdi nálunk duális képzésben itt a tanulmányait, melyet a Nyíregyházi SZ Bánki Donát Műszaki Technikum és kollégiummal közösen végzünk, autószerelő és autóelektrotechnikai műszerész szakmában. Ez elvileg lehetne egyfajta reklám is. Mit tudtok azoknak biztosítani, akik idejönnek hozzátok tanulónak? Kimerem jelenteni, hogy Kelet-Magyarország legfelszereltebb, legmodernebb műhelyen rendelkezünk, ezért az ide látogató tanulók a legmodernebb eszközökkel sajátíthatják el a szakmát. Mennyi idős a képzés? Abban a csoportban, amiben most fognak kezdeni a tanulók, ez 5, illetve 6 éves, attól függően, hogy szakgimnáziumban végzi a szakmát, vagy tovább marad technikumra. És aki elvégzi, milyen papírt vagy oklevelet kap?
autószerelő technikus, vagy autóelektrotechnikai műszerész. A mai világban ezzel hol lehet helyezkedni? Igazából autószerelőből elég nagy a hiány az országban, ezt merem állítani. Ezért elég nagy eséllyel fognak tudni elhelyezkedni bármilyen autószerelő, vagy esetleg az autóiparban. Kinek a jelentkezés, kiknek a jelentkezését várjátok? Igazából már még a hagyományos képzésben is várjuk a jelentkezéseket, kifutó rendszerben, illetve az új szakképzési munkaszerződéssel való tanulóknak a jelentkezését is várjuk szeretettel.